valaki látta a Kínában készült videómat a kőerdőről, a Shilinről, akkor ott mutattam hasonló formációkat. Nos, hát íme. Aztán erre kiderül, hogy nekünk is van ilyenünk. Tessék. Jó, itt persze nem lehet olyan jól közé menni, de itt-ott még ilyen kisebb barlangok is vannak benne. Meg persze, ez nem mészkőben, hanem bazaltban van. A kialakulása is teljesen más. Viszont ez olyan, mintha valami tüzéptelepnek volna a nagy lerakata, ugyanis már meg is vannak faragva a kövek, csak ki kell őket venni. Tessék, íme. És lehet is velük burkolni az udvart. Illetve ki se kell venni, mert itt hever mindenfelé. Tehát ezért gondolom, hogy a bujdosok lépcsőjének a megalkotása is nem volt egy különösebben nehéz feladat, mert az építőanyag itt hever kéznél, úgyhogy azért vannak ilyen cseles kis pihenők is kialakítva, szépen leburkolva. Meg íme a bazaltóriásos már közelről, és a kőtenger szerencsére most már fölülről. Ha nem volna itt ennyi fa, akkor a kilátás is kezdene szépen kinyílni, de szerintem majd a tetőről lesz az igazi. Na és akkor egy nem hivatalos kilátóhelyről, innen megmutatom egyszer a magyar kőerdőt, íme, tessék, előttünk az egyik ilyen hatalmas sziklafok, amikor arra elég nehéz és körülményes volna átmászni, persze onnan van az igazi a kilátás, de itt látszik, hogy milyen szépen elkülönül a többitől, azok is. Én most itt éppen ezen állok itt. Íme. De még folytatódik a dolog arra fele is, azért elég keményen. És látszik, hogy nem kicsi kőszálakról van szó. Ilyen 60-70 méter magas is van köztük. És hát a panoráma ugye az megfizethetetlen már innen. Alattunk ez a vadacsony tördemit. És előttünk pedig, ott a kis félszigeten, az a szigligeti félsziget, vagy nem tudom, ilyen kitüremkedés leginkább, és ugye Szigliget községgel. A szigligeti vár és várhegy az ott található, és szomszédunk pedig ott morcoskodik a Szentgyörgy-hegy, amin hasonló látványosságok vannak, ugye a bazalt orgonák. Hát ez ma nem fog sorra kerülni semmiképpen, de majd egy szerintem még az idénre betervezett túrán azt is meg fogjuk nézni. Nos, a tördemici kilátónál vagyunk, illetve ez a helynek a neve, de igazából kilátás sokkal jobb volt az előbb a kőóriások tetejéről. Innen mondjuk csak a Szentgyörgy-hegy látszik úgy jobban, meg esetleg távolról Keszthelyi hegység. De ennyi. Meg hát tulajdonképpen innen, a másik pontról le lehet látni Balaton-Tördemicre úgy, ahogy. De ami érdekesebb, hogy a környéken geoláda is bújik, amit most megkísérlünk megkeresni. Ez a 7 pontos multinak a harmadik darabja. Nos hát ez is meg lett. Íme ott van. Ugyanolyan orvosságos üveg, georvosságos doboz, és a 7 pontos multi kódjából ez is egy betűt tartalmazott, nem mondom meg, hogy mit. Na most a leírás úgy van, hogy egy gazdos helyre kell bemenni, ez az erdőnevelő jóvoltából most már sokkal kevésbé gazdos, úgyhogy aki utánunk nem sokkal keresi, annak sima útja lesz. Egyébként nem nehéz megtalálni. Most az úgynevezett hivatalos kilátópontok, azok kicsit szerintem gyengébbek, mint a kőszirtek tetejéről a szétnézés. Itt a következő. Volt közök egyébként még egy, csak az is ilyen elég gyengécske volt. Tehát csak egy ilyen nagyon kis szelet látszik. Itt leginkább a tóra lehet rálátni. Csak az most viszonylag ködbe van burkolózva, és gyönyörű felhők vannak fölötte. Amikben lehet, hogy mondjuk a délután már sokkal kevésbé gyönyörű eső fog esni.
És hát itt Szigligetre lehet úgy, ahogy rálátni, de a várra már nem. A Kőkeresztnél, vagy másnéven a Ranolder keresztnél vagyunk. Íme. Itt van mögöttünk. Viszont innen azért elég meglehetős a panoráma. Leginkább a Balaton látszik persze. És most már, hogy így a nap kezdi felszippantani a párát, már kezd belátszani a déli part is. Meg hát a felhők árnyékai a tavon, ami mindig piszok jól néz ki. Szigliget is látszik úgy nagyjából, innen már a vár is. Majd rá lehet közelíteni a várra. És a háttérben pedig a Keszthelyi hegység nyúlványai. És egészen messze a háttérben a Keszthelyi öböl. És alattunk pedig a vérpisasztó mélység. Ez meglehetősen ilyen letöréses oldal. És hát nem mondom, hogy rosszul néz ki. Innen lehet látni, hogy mennyire szőlőtermő vidék a Badacsony. Alattunk ez mind csupa szőlőültetvény, nagyon jól néznek ki. Benne a hipermodern présházakkal, meg hát persze a régiekkel is. Azok se rosszak éppen. Nem tudom, szóval nekem semmi közön nincs a Balatonhoz, de valahogy mégis úgy megfogott a varázsa, nagyon hangulatos hely. Tehát nem is itt születtem, nem is itt nőttem föl, most is csak vendégként vagyok itt, de valahogy nagyon jó helynek néz ki. Mindenkinek ajánlom, hogy ide jöjjön. Tényleg piszok jó. Nos, természetesen ez is egy ilyen jellegzetes pontja a túrának, és itt is van geoláda, tehát a multipontosnak a következő pontja az itt van, közben esznek a bogarak persze. Kicsit megijedtem ettől a kereséstől, mert a leírások szerint ezt nagyon nehéz megtalálni, hát ehhez képest ez lett meg eddig a leghamarabb. Íme, ekkora. Véres cseppes dobozban kell keresni. Ez persze nem látszik. Na most a leírás szerint a sziklafalban kell keresni. Ez tényleg így is van. De azt elárulom könnyítésként, hogy nem ebbe a sziklafalban kell keresni. Hanem egy kicsit arrébb. Na, úgyhogy megvan ez a betű is. Hamarosan már azért lehet következtetni a szóra is, ami kialakuló félben van. De még nem, ezt amúgy sem fogom elmondani. Következő kilátóponton vagyunk. Ez egy esőbeálló is egyúttal. Az esőbeálló része az itt van alattunk. Íme. Szintén a Badacsony vulkáni köveiből van építve. Fönt egy ilyen kis terasz van, itt látszik mögöttem. És előttünk pedig a kilátás. Elsősorban a Balatonra. Nagyon szép, hát van egy sétahajó is, éppen most indult el. Hát most azért lassan kezd beindulni gondolom a szezon, úgyhogy egyre inkább lehet majd ilyesmiket is látni. Azért még a strandok azok nagyon csendesek, sehol senki, a víz is gondolom még ilyen hideg, szóval én szerintem még nem az igazi a szezon, de már úgy lézengenek azért turisták. Kilátónál vagyunk, és hamarosan föl is megyünk a tetejére. Körülött annyi, mint az oroszok. Itt cigarettázik a sok bunkója. Na mindegy. De most fönt éppen nincs senki. Úgyhogy hajrá! Na de most komolyan, hogyha valaki ide kijön a jó levegőre, tényleg a természetvédelmi terület közepére minden, és akkor itt cigarettáznak csordában. Én nem gyökérség? Na de! Mint a Besenyő Pista bácsi. Igazam van? Persze. Vagy hogy is volt? Ha nem igazam van, de. Na. Na a lényeg az, hogy felmegyünk a kilátó tetején, 79 lépcsőfokot kellett ehhez megmászni, és mindenképpen megéri, ugyanis most még teljesen felette vagyunk a lomkorona szintnek, bár nem sokkal, úgyhogy mindenki, aki ezt a látványt akarja látni, az igyekezzen. Két év múlva lehet, hogy túlnövik a fák. A Balaton az egészen a végtelenben nyúlóan látszik innen. És a Tanúhegyek nagy többsége is. Ugye itt rögtön a
mondjuk ugye a délutáni úti célunk a Gulács, aztán kicsit messzebb a hozzá hasonló Tóthi-hegy, aztán még messzebb a Gulács mögött egészen az a Csobánc, és ott egészen messze, hát az nem nagyon látszik messze, mert ez a kamera nem adja vissza, az a Haláp lesz. Aztán persze itt van a Szentgyörgy-hegy, és háttérben pedig a Keszthelyi hegység. Most már a Szigligeti hegycsoport, az már nem látszik be. Itt a Badacsonynak ez a külső pereme, mondjuk így a kráter külső pereme, az eltakarja.